12. C. Szolgáltatóipari orientáció középiskolai osztály. Marus Monika osztályfőnök tanárnővel az élen vonul be. 12. D. Szolgáltatóipari orientáció középiskolai osztály. Enyedi Lívia osztályfőnök tanárnő vezetésével érkezik. A 3/13 fodrász szakképző osztály Módis Katalin Mónika osztályfőnök tanárnővel az élen érkezik. A 2/12-es boltjeladó és hegesztő szakképző osztály Osánné Kecedóra osztályfőnök tanárnővel az élen vonul be. A 2/12-es karosszíria lakatos szakképző osztály Győrösi János osztályfőnök tanárúr vezetésével érkezik. A 2/12-es egyes számú fodrász szakképző osztály Nagy Attila osztályfőnök tanárúrral érkezik.
A 12. B közlekedésorientáció középiskolai osztály Branda Tamás osztályfőnök tanár úr vezetésével vonul be. A 13. G közlekedés és szolgáltatóipari orientáció középiskolai osztály Por Mihályné osztályfőnök tanárnővel az élen érkezik. P12 fényező szakképző osztály Godó Attila osztályfőnök tanár úr vezetésével vonul be. A 12. szolgáltatóipari orientáció középiskolai osztály Kis Zoltáni osztályfőnök tanárnő vezetésével érkezik. Kérem, a felhangzó zenére énekeljük el a himnuszt.
A következő percekben rövid ünnepi műsorunk következik, melyel elsősorban végzős diákjainknak szeretnénk kedveskedni. Kocsel Nikolett, 1/13 kozmetikus tanulónk köszönti a szalagtűző előtti álló diáktársait Király Imre, Őrizd meg című versével. Király Imre, őrizd meg! Az álmaidra vigyázz, s őrizd meg friss tejízét a gyermekkornak, mikor csaholó felhőket hajszoltál, s köszöntél minden bokornak. Őrizd meg szemedben az ártatlan kéket, az első lépések botladozását, s hagyd, hogy kísérjen rózsaszín nevetésed. Őrizd meg az először feszülő szavakat a szádnak, mellyel testvére lettél a világnak. Az első sírásoddal megkarcolt csendet, mellyel az örök bűnöket magadra vetted. Őrizd meg szavak ifjúköri lendületét, a nem léttárstalanságát vásd fel apró örömökre, s a szív mély hangjait énekeld, konok tüzeknél lázasabban. Őrizd meg a hajnali földek szagát, az égi óceán roppant csillaghadát, halk folyók zöld csobbanását őrizd meg szemednek, hogy elmerülhess benne, ha rád tör sok bántó földi nesz. Kígyóvonalú fák bámész lombját, testükön a finom pókháló erdőt, érezd a sóhajos bomló életvonzást, s őrizd meg a csillagszámláló időt. Mert kell néha pár bolyhos emlék, szótöredék, villanó mondatfoszlány, hogy megtaláld elhagyott gyerekarcod, s magadból egy darabot újra visszahozzál. A következő percekben a Valcer Tánc Stúdió táncosai két latin táncot adnak elő. A színpadon Szabó István és Tóth Ruzsina. Alone. Alone. Bathing on the roof, her beauty and the moonlight
overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Kedves jelenlévők! A legnagyobb tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, a szülőket, rokonokat, barátokat, iskolánk diákjait és dolgozóit, mindazokat, akik eljöttek ma este együtt ünnepelni végzőseinket a Diószegi Középiskola szalagtűző ünnepségén. A mai napon már október, és egyben az ősz közepe van, amit alig-alig érzékeltünk eddig, hiszen az elmúlt pár nap kivételével szinte nyárias melegben lehetett részünk, amikor bőséggel teremhetett minden, és a napsugarak édessé, zamatossá jelelték a legtöbb gyümölcsöt. Ahogy kertjében szüret idején a gazda örömmel tekint a roskadozó gyümölcsfára, úgy tekintünk most mi is, szülők és pedagógusok egyaránt, előttünk álló gyermekeinkre, végzőseinkre. Csoda-e, ha túláradó öröm és boldogság tölt el bennünket láttukon? 12 osztály, összesen 361 diákkal. Fiatalok és szépek. Most érezzük igazán, hogy milyen gyorsan tovaszált az elmúlt 4-5 év, és a középiskolában még bizonytalan léptekkel érkező gyermek már a igazi felnőtté cseperedett, és kirepülni készül a fészekből. Ez a tanév a távozás előtti utolsó nagy erőgyűjtés korszaka lesz, amikor a diákok összegzik az itt tanultakat, és évvégén vizsgákon adnak majd számot tudásukról. Mert a lélek is csak úgy emelkedik a józanság tisztább világához, ha a tudományok és ismeretek tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának. A szalagot az iskola jelvényével együtt kapjátok meg, hogy ne feledkezzetek el arról, diódiákok vagytok. A diószegiben merítettetek a tudástengeréből, itt találhattatok megértő társakra, ez a helyszíne majdan az emlékeitek vásznán lepergő boldog diákéveknek is. Viseljétek büszkén a jelvényt és a szalagot együtt. Hozzon mindnyájatoknak szerencsét! Kedves szülők! Gyermekeik, a mi csörgedező forrásaink, az önök felhatalmazása, bizalma révén jutottak el hozzánk. Megköszönöm, hogy legféltettebb kincsüket a középiskolai évekre, illetve a szakmatanulás idejére ránk bízták. Az elmúlt évek alatt önökkel együtt próbáltunk belőlük értelmes, tisztelettudó felnőttet faragni. De tudom, hogy további boldogulásukhoz is az önök végtelen szeretetére és lelki támogatására lesz szükségük. Kívánom, legyen a családnak ereje, hogy még hosszú évekig támasza legyen a felnőtté válás útján ma induló fiataloknak. Bizony, ők eltervezik jövőjüket, de az anyai szem vigyázását, az apai tekintet tanácsadását, a szülői ház erőt adását még sokáig nem mellőzhetik. Kedves diákok! Ne mulasszátok el ma megköszönni egy őszinte öleléssel szüleitek fáradozását, szeretetét, gondoskodását, mert nélkülük nem járhattátok volna be az idáig vezető utat. Ők azok, akikre mindig számíthattok feltétel nélkül, és az ő szeretetük életetek bármelyik szakaszába is érkeztek, biztos háttérként lesz mögöttetek. Köszönetetek kifejezésére valójában elégtelenek a szavak.
tettekkel kell megmutatni, mennyire hálásak vagytok jóságukért. Ezt megtehetitek majd akkor, amikor az ő példájukat követve a tőlük kapott szeretetet gondoskodó szülőként továbbadjátok gyermekeiteknek. Kedves végzősök! Perceken belül beléptek a szalagot viselő debreceni diákok irigyelt táborába. Legyetek boldogok, és örüljetek, hogy eljutottatok idáig. A hátralévő hónapokra jó munkát, szép eredményeket kívánok, Goethe szavaival. Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhető. Ha van benned bátorság, remény, s szeretni erő, Isten áldása kísérjen benneteket. Kedves diákok, elérkezett a szallagtűzés ünnepélyes pillanata. Kérem a kiemelt tűzéshez a párnatartó diákokat, fáradjanak a helyükre. Megkérem Balogh Ferenc főigazgató urat, hogy tűzze fel a maturandusz szalagot Gecőné Hajdú Mariannak, a szülői munkaközösség elnökének. Megkérem Gecőné Hajdú Mariant, hogy tűzze fel a szalagot Balogh Ferenc főigazgató úrnak. Balogh Péter főigazgató helyettes úrnak. Dr. Biri Sándorné igazgatónőnek. Andírkó Istvánné gazdasági igazgatónak. Dankai Györgyné a közismereti terület igazgató helyettesének. Nemes Róbertné a nevelési terület igazgató helyettesének. És Paszter Csákné Rúzsbánszki Márta a szakmai terület igazgató helyettesének.
Az elkövetkező pillanatokban igazgatónő tűzi fel a szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek és a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak. A 12. D. szolgáltatóipari orientált szakközépiskolai osztály osztályfőnökének, Enyedi Lívia tanárnőnek. Tanulmányi munkájáért Simon Edinának. És Szűcs Dianának. Az osztályban végzett közösségi munkájáért Molnár Tímeának. A diák önkormányzatban végzett munkájáért Berke Edinának. Kedves végzősök! Fogadjátok szeretettel osztályfőnökötöktől az iskola jelvényét és a hozzá kapcsolódó utolsó éveseknek járó szalagot az itt töltött évek emlékére. Kérem a végzős diákokat, hogy a szólítás sorrendjében lépjenek osztályfőnökük elé. Thank you.
Most pedig a Karib-tenger kalózai című film alapján készült táncprodukciót láthatjuk a 13. G és a 12. D osztályok közreműködésével. A táncot betanította Simonyi Kitti, a Piruett Tánc Stúdió vezetője és névódíjas táncpedagógus.
So if we all come together, we know what to do. We all come together just to sing, we love you. And if we all come together, we know what to do. We all come together just for you. Gyermek, mi most is vagy, lerohantak az évek, az idő elhagy, bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játsz minden át, mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél, azt hiszed, hiszen most is játszol, s komolyan veszed, pedig a rejtély, mit soha meg nem leltél, még most is vár, ahogy megjöttél, s indultál. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyerekek. Még mindig tiszta a szív, és a valami hív, kell, hogy újra ott legyek. Hogy azt hiszed, mert őszajú lettél, öregebb szíved, pedig most érzed, gyermek lett a lelked, és szállnál még, ahol még szebb az ég neked. Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát, mint a felnőtt gyermekek. Még mindig tiszta a szív, és a valami hív, kell, hogy újra ott legyek.
Bulletproof, nothing to lose.